az utóbbi évek száraz időjárása azért a növényekre is rányomja a bélyegét. A mellettünk lévő kukorica egyelőre nagyon jól néz ki, jól bírja. Kapott az igaz, hogy elég későn csapadékot. Ez az a csapadék, ami a mi gyomirtó szereinek a hatás kifejtéséhez nagy mértékben hozzájárult. Annak ellenére, hogy későn jöttek meg ezek a csapadékok, érdemes megnézni, a parcellákat kitűnően dolgoznak az idoxafutor alapú termékeink, mint a Merlinflex, mint pedig az Adengo. Akár önmagukban, akár kombinációs partnerrel kijuttatva, kipermetezve a kukoricában. Abban az esetben, ha időben sikerül a gyom konkurenciát kikapcsolni a területen, akkor maximális terméssel számolhatunk. Méréseink szerint, ha a kukorica 7-8 vagy akár 9 leveles korában végezzük el a gyomirtást, az addig ott kompetícióval bíró gyomnövények képesek akár 1,7-2 tonnát is elvinni a termésből. Tehát a termelőnek is érdeke az, hogyha van rá mód, a gyomflórája is lehetővé teszi, akkor minél hamarabb kapcsolja ki a korai gyomkonkurenciát is. A jelenlegi Bayer palettáról jobb terméket nem is tudunk ajánlani. Konkurensek is meg szokták csodálni meg a készítmények. Bayer, mint fejlesztő cég, nem csak gyomirtószer vagy kémiai hatóanyagokat fejleszt, hanem nagy ugrás várható a digitális megoldások terén is, tehát a Bayer elkötelezett amellett, hogy digitális megoldások segítségével meg tudja oldani azt a problémát, amit 2030-ig előre láthatóan a felére kell csökkenteni a kijuttatott növényvédőszer mennyiségeket.